Folyamatosan több száz gazdátlan ebnek ad otthont a kalocsai menhely. A biztonságos helyüket és a mindennapi élelmüket az Összefogás az Állatokért Alapítvány biztosítja, mely a menhelyet is működteti. Az alapítvány évente többször is hirdet például tápgyűjtő akciót, amellyel próbálja az ebek ellátmányát még bőségesebbé tenni, de van olyan időszak, amikor a szűkös anyagi helyzete miatt alig tud a menhely a kutyákra költeni. Bodnár Erika ezért gondolta úgy, hogy a város megmozgatva közös összefogással segít a menhely lakóinak. Egyik este beszélgettem egy kedves ismerősömmel, és mondta, hogy szoba jöttek a kutyák, és mondta, hogy kint önkénteskedik a menhelyen, és hogy borzasztó állapotok vannak, nincsen elég pénz a kölyök kutyáknak tápra, meg gyógyszerekre, és hogy szegény, hogy nagyon sajnálja őket, hát tudod én is, hogy mennyire szeretem a kutyákat, és mondtam, hogy másnap akkor megnézem, kimegyek és megkérdezem, hogy miben tudnék segíteni. De hogy kértem, rögtön sírva fakadtam, annyira sajnáltam őket, 110-valamennyi kutya van kint, elmesélték, hogy van, akit az utca szélére leraknak, pár hetes kölyköket, és tehát rengeteg kutya, nincsen elég önkéntes, és nincsen pénzük. És úgy gondoltam, hogy mivel engem sokan ismernek, ezért szervezek egy jótékonysági sétát, sajnos önkénteskedni nem tudok, de így talán tudnék nekik segíteni. Ekkor született meg a közösségi oldalon az október 9-ére meghirdetett Sétálj a menhelyi kutyákért elnevezésű esemény. 1000 forint lenne az alap, amivel beszállnak az emberek. Nyilván, hogyha többet ad, akkor azt nagyon szépen megköszönöm. És személyesen szeretném megvásárolni belőle a tápot a kutyáknak, és felvettem a kapcsolatot Török Lajos doktorúrral, és megbeszéltem vele, hogy segít majd összeállítani azokat a gyógyszereket, amikre szüksége van az állatoknak, mert ugye az állatmenhelyen ő az állatorvos. A jótékonysági séta résztvevői a Bátyai út mellett lévő szőnyegáruház mellől indulnak majd, és végig a Meszesi úton ki a Dunapartig tart majd a bevállalt táv. 1:30-kor kezdenénk gyülekezni, 13:50-kor tartanék egy bemelegítést, onnan kisétálunk, és ott várnának minket, ugyanis a Karamell, a Pívíz és a Bellán Tamásék felajánlottak dolgokat, tehát így víz lenne, ásványvíz, tepertő, zsíros kenyér, akik részt vesznek ezen az egész jótékonysági sétán, valaki várna minket, és ott egy picit beszélgetnénk, csinálnánk egy csoportképet, és visszasétálnánk a Diego-ig. Akinek van kedve, az hozhatná a kutyáját, én is viszem a Bonit. Eddig több mint 100-an jelezték, hogy részt kívánnak venni a sétán, és mint megtudtuk, már most több pénzfelajánlás érkezett olyanoktól, akik nem lesznek ott az eseményen. Aki szeretne pénzadománnyal hozzájárulni a jótékonysági rendezvény sikeréhez, az Erikát keresve megteheti, így is támogatva a kis gazdikeresőket.